Kemecsői polgármester fiának a cége, a Budai Kft. Úgy nyert el 1 milliárdos megbízást a kisvárosban, hogy még csak közbeszerzésen sem kellett indulnia. Legalábbis ez az információ jutott a lapunkhoz pár héttel ezelőtt. A Kemecsei Református Egyházközség 4 csoportszobás bölcsödét épít a városban. Mivel az egyház speciális esetekben mentesítve van a közbeszerzési eljárások alól, ezúttal sem kellett kiírással bajlódniuk. A beruházás uniós és állami forrásokból valósul meg, közel 1 milliárd forintból. A munkálatok jelenleg is zajlanak. De hogy pontosan kiépíti az intézményt, nem tudni. Állítólag a polgármester fiának cége, a Budahit Kft. A polgármester fia, Lipők Zoltán 2022 tavaszán vette át a céget, amely ellen azóta több végrehajtási eljárás is indult. Érdekesség, hogy a Budahit korábban több közbeszerzést is nyert, legutóbb éppen Kemecsén, a Zöldváros projekt keretében, de akkor még más tulajdonosi háttérrel. A polgármester fia azután vette át a céget, hogy a korábbi tulajdonosok arra panaszkodtak, nem fizették ki őket az önkormányzati projektben. Az nagyon gyakori, hogy egy-egy településen megvan egy olyan cég, amelyik nem tud hibázni és minden közbeszerzést megnyer. Nagyon sokszor ilyen kamu cégekkel szokták versenyeztetni, de gyakori történet. Az viszont nagyon meglepő és nem gyakori, hogy egy-egy ilyen kedvenc liebling cég, ez elmegy a közbeszerzési döntőbizottságba panaszkodni, hogy nem fizették ki a munkáját. De hát szerencsére aztán minden rendben lett itt, mert ezt a céget a polgármesternek a fia kapta meg, és rögtön a polgármester fia egy ilyen hatalmas 1 milliárdos beszerzést megint megnyert, úgyhogy minden rendben lett, tulajdonképpen semmi különleges, minden megy úgy, ahogy szokott. Ezt hívják egyébként nepotizmusnak, amikor a polgármesternek a fia vagy rokona kapja a megbízásokat, hát ez gyönyörűen sajnos a magyar valóság, a magyar fideszes valóság. Kerestük az egyházat, hogy megtudjuk, miért pont a polgármester fián cégén bízták meg a bölcsőre építésével. Azt is szerettük volna megtudni, hogy milyen cégeket kértek létre ajánlatételre, és hogy mi alapján döntöttek. Megkeresésünkre azonban az egyház nem válaszolt. Szintén nem reagált megkeresésünkre az egyházmegye, kormányhivatal, a Budahit Kft. És a helyszínen dolgozók. A városjegyzője pedig azt állította, nem tudja kiépíti a milliárdos bölcsödét. Még a helyügyekben jártas Kölcsei TV-t is megkerestük, de ígéretük ellenére végül ők sem segítettek. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy csak maga az Úr Jézus tudja, kiépíti közpénzből Kemecse hatalmas bölcsödéjét. Ez pedig itt már a Komárom-Esztergom megyei DAT település. A közel 1000 fős faluban tornacsarnok épül, szintén közpénzből, és természetesen itt is az egyház az építtető. A több mint 1 milliárd forintot 2021-ben a gazdaság újraindítási alapból biztosították. Az egyház ebben az esetben írt ki közbeszerzést, amit DAD alpolgármesterének cége, a Gombosföldgép nyert el. A jól működő társaság a környéki önkormányzatoktól több megbízást is kapott már, de DAD-on is dolgozhatott. Az óravíz csökkentő, csapadékvíz záportározó építésével bízták meg őket. A felhívásra mindössze egyetlen ajánlat érkezett az alpolgármester cégétől, amely nettó 69 millió forintért vállalta a munkát. Szerettük volna megkérdezni az ügyről a falu polgármesterét és alpolgármesterét is, azonban egyik őket sem találtuk a hivatalban. A helyiek viszont elmondták, hogy az alpolgármester cége gyakran segít a faluban, gyakran végez külön munkákat, akár fizetség nélkül is. Szűcs Attiláné polgármester később e-mailben leszögezte. A Dadi Református Egyházközség önálló entitás ügyeit saját maga intézi, az önkormányzat semmilyen jogkört nem gyakorol az egyház felett. Ettől függetlenül tudnak a beruházásról, aminek az egész falu nagyon örül. A két történet minden esetre arra enged következtetni, hogy ez mára már egy bevett módszer lett. Az állam adja a közpénzt, az egyház pedig különleges jogaival élve, meghatározott esetekben, akár közbeszerzési eljárás nélkül is választott kivitelezőt. Így aztán a közpénz látszólag akadálytalanul folyhat át a kormánynak, vagy a helyi vezetőségnek kedves cégekhez.